Jonatán, az író. Éppen most írtam egy mesét. Őszintén szólva, ez az első mese, amit írtam, de szerintem egész jó lett, és nagyon boldog lennék, ha meghallgatnátok. Szájtátva hallgatta az Apró nép a kis gömböc történetét. A Mesebolt Bábszínház az ismert népmese mellett a Hazudós Egér című darabot is bemutatta a családi napon. A zalaegerszegi Griff Bábszínház pedig a Csalóka Péter című vendégjátékát hozta el. A rendezvény évről évre ízelítőt ad a Mesebolt Bábszínház kínálatából, és a következő évadhoz is kedvet csinál a nézőknek. Ez egy érdekes, furcsa évad lesz, mivel elsősorban Lázár Ervin munkásságára fókuszálunk, talán nem kell bemutatnom, vagy elmondanom miért. Három Lázár Ervin mese is lesz a programban, a Szegény Johnny és Árnika, a Habci király és a Manógyár című meséjéből lesz, de gondolunk a nagyobbakra is. A Berzsenyi Könyvtár munkatársai Lomb könyvtárba várták az olvasni szerető közönséget, az Agóra standjánál pedig kézműveskedni lehetett, manócskák készültek fonalból. Itt megnéztem a Piroska és a Farkas, megnézegettem. Az egy könyv? Igen, az egy könyv. És itt lóg a fán mögöttünk? Igen. És itt mit csináltak most? Most mi manót készítünk éppen. Megmutatod, melyik tetszik neked? Nekem ez tetszik legjobban, és ezt is csinálom. Mindig figyeljük a programokat, az Agórának a rendezvényeit, és mivel gyerekkoromban, meg az iskolában, ahol dolgoztam, szintén részt vettünk ezeknek a programokon, ő is érdeklődik, és szeretett volna kijönni, amikor elmondtam neki, hogy mit láthatunk. Nagyon szereti a könyveket, a könyvtárat, a gyerekkönyvtárosokat, a kézműves foglalkozásokat, és most itt egy helyen mindent megtalált, és ez egy kiváló délután lesz. Mivel a Bábszínház mostani évada Lázár Ervint állítja fókuszba, a Könyvtárosok Papírszínházi előadása, a Hétfejű Tündér is a kedvelt meseíróhoz kapcsolódott. A Mesebolt Bábszínháztól meghívást kaptunk arra, hogy most itt az ő évadnyitójukon bemutassuk azt, hogy mi az, amivel mi tudjuk támogatni, akár az ő előadásaikat is, illetve hát magát az olvasóvá nevelést, és az, hogy szeressék a színházat, szeressék az irodalmat a gyerekek. A Mesebolt Bábszínház új évada már elkezdődött. Az első premier október 8-án a Manógyár című előadás lesz.